Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát pár mondatot mondok én arról, hogy mi történt ma Questor ügyben. Azért hümmögök itt, meg hátozok, mert hogyha mindent elmondanék, hogy milyen irányt vett ma a Questor ügy, akkor valószínű egy olyan 20 percet beszélnék itt monológban, azt meg nem szeretném. Úgyhogy legfontosabbat mondom, a Figyelő írt ma arról, hogy Tarsolyi Csaba állítólag figyelmeztette a kormányt arról, hogy baj van, ez az öncsőd bejelentése előtt történt, és egy akciótervet is kidolgozott állítólag erre vonatkozóan. Ezt a külügy hivatalosan egy közleményben cáfolta. Aztán délután Lázár János elismerte, hogy érkezett levél a Tarsolyi Csabától, amelyben ugyanarra hívta fel a figyelmet, amire a Magyar Nemzeti Bank figyelmét is felhívta, hogy bajban van a Questor. De Lázár János még Varga Mihályt is belerántotta, mert hogy azt mondta az Origo tudósítása szerint, hogy ezt a jelzést a kormányfő, tehát akkor eljutott Orbán Viktorig, az illetékes miniszternek Varga Mihálynak továbbította. Tehát mindenki tudott mindent. Utasította a miniszterelnök, hogy a külügyminisztérium cégének a pénzét vegyék ki, és itt a nagy kérdés, hogy mi van a keményen dolgozó kis emberek pénzével. Arról még szó nincs, vagy hír nincs, hogy ki fogja őket kártalanítani. Gémesi György a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok önkormányzat pénze is kockán forog, meg magánemberek pénze is, mert hogy még nem tudjuk a kártalanítást. Az önkormányzati pénzekkel kapcsolatban én idézek egy mondatot Lázár Jánostól, hogy ma egy giga meg a hosszú sajtótájékoztatót tartott, illetve engedte, hogy az újságírók kérdezzék, ez nagyon jó dolog, mert válaszolt is. És azt mondta, hogy az önkormányzatoktól származó visszajelzések alapján olcsóbb volt a kereskedelmi alapon piaci cégeknél számlát nyitniuk, mintsem az államkincstárnál. Ezért tartották például a broker cégnél a megtakarításukat az önkormányzatok. Ez igaz? Hát ha a miniszter úr így mondta, akkor feltétlenül van igazság, mert küldtek levelet az önkormányzatoknak, hogy ki érintett és ki nem. Feltétlenül náluk van már egy összegzett adat ezzel kapcsolatban. Én alapvetően, tehát teljesen függetlenül 25 éve is azt mondom, hogy az adófizetők pénzét bevinni brókercégekhez egész egyszerűen bűncselekmény. Annak megvan a maga veszélye, az egy olyan kockázati tényező, amit nem lehet megtenni egy településnek. A településnek meg lehet tenni az államkincstárnál, valamilyen formában államrészvényeket, államkötvényeket vásárolni, vagy a számlavezető banknál nyilván lekötik rövidebb, hosszabb időre a megtakarított vagy meglévő pénzeiket. Ezek állnak rendelkezés, ezek a lehetőségek. Minden ennél nagyobb mozgástér, az kismeríti a bűncselekmény fogalmát, mert olyan kockázati tényező, ami mit most is látjuk, meg már volt ilyen, vész egyik nőtre a másikra az adófizetők pénze. Egy önkormányzat vagyona az adófizetők pénze. De ez most elvben mondja azt, hogy ez bűncselekmény az önvéleménye szerint, vagy tényleg az? Az államháztartási törvény szerint tarthatnak ilyen típusú pénzügyi kereskedő cégeknél vagyont az önkormányzatok? Az önkormányzat minden tekintetben szabad mozgástérrel rendelkezik a saját maga vagyona szempontjából, a megtakarított pénzei szempontjából, ugye mindenhez testületi döntés kell, tulajdonképpen ezek általában nyilvánosak is, és ugye itt egy ilyen típusú mozgás az bizony ezt a kategóriát kimeríti. De nem csak az önkormányzatoknál, hanem az államnál is. Hát ilyen a világon nincs, hogy kivisszük tőzsdét. De törvény nem tiltja? Tehát lehet nem tiltja. Egyébként broker cégnél? Nem tiltja. Önkormányzat és állami pénzt is tartani? Nem tiltja. Szó szerint nem tiltja, de azt, hogy a pénzzel én mit tehetek, hogy milyen kockázatot vállalhatok arra a pénzre, nyilván azt írott és íratlan szabályok tiltják. És én szerintem ez van ebben az esetben. Nyilván ezt jogászok, ügyvédek, szakemberek meg fogják magyarázni, hogy hol van az a rés, ami egy tiltott mezőbe vitte át azokat, akik ezekről döntöttek. De akár a szövetségen keresztül, vagy szövetségen belül ez ilyen köztudott volt, hogy az önkormányzatok, hogyha államkötvényük van, akkor azt nem az államkincstárnál tartják, mert hogy az túl drága, hanem akkor kiviszik piaci cégekhez? Én mert most Lázár János ezt mondta. Hallottam sok mindent, inkább nem az önkormányzatokat kéne ez ügyben szerintem elsősorban felelősségre vonni, mert az önkormányzatok feltehetően azért mentek el ebbe az irányba, mert a kivéreztetés miatt többletforrásra kívántak szert tenni. Tehát azok az intézkedések, amelyek az elmúlt időszakban az önkormányzatok tekintetében jóval szűkítették a gazdálkodási mozgásteret, ezért éltek azzal a lehetőséggel, hogy hátha nagyobb kamatot, hátha nagyobb százalékot kapnak ezek után a pénzek után. De ez már átment nyilván a hűtlen kezelés vagy a felelőtlen gazdálkodás kategóriájába.
A probléma azért is érdekes, mert egyébként ma már az új jogszabályok alapján az önkormányzatok hitelt csak úgy vehetnek föl, hogyha azt a kormányhivatal engedélyezi. Tehát másrészt, hol meg van egy nagyon komoly gazdálkodási ellenőrzés, fegyelem, ÁSZ részéről, kormányhivatal részéről, ami egyébként szerintem nem baj, pontosan azért, mert mindig is kell legyen minden egyes tevékenységnek, ami pénzügyekről és vagyonról szól, kontrollja, de hát azért menjünk vissza egy picit a másik részébe a mezőnek. Ha a miniszter úr az önkormányzatokat kezdi e tekintetben nyilván véleményezni, nevezzük ezt ne kritikának, hanem véleményezzek, akkor körül kell nézni a sajátuk házuk táján is, hiszen itt ennél jóval nagyobb összegek forogtak kockán egyik vagy a másik minisztérium már lévő pénzek tekintetében. Az, hogy a megtakarításokat az önkormányzatok, és most nehogy azt gondolja, hogy az önkormányzatokra akarom ráhúzni ezt az egész történetet, de hogy az önkormányzatok a megtakarításukat hol tartják, hogy erről a közgyűlés szavazott, és azt mondta, hogy oké, vigyük a Questorba, tehát ez például, ez senki nem ellenőrzi, hitelfelvételt igen, de hogy a megtakarítással mit csinál az önkormányzat, a vagyonával mit csinál, az, hogy az nem tartozik ellenőrzésre. Az államkincstár minden egyes jelentést most már negyedévenként meg havonta kér. Nem, hát nyilván nem szóltak bele, mert feltétlenül a jogszabály nem tiltotta ezt a tevékenységet, de ellenőrzés minden önkormányzata. Azt is ellenőrzik, hogy a kicsi gyermek óvodába egyszer vagy kétszer étkezik, mert ha csak egyszer étkezik, akkor nem jár neki az egész napi ellátás a finanszírozás tekintetében. Ilyen szintű ellenőrzések vannak. Mondom még egyszer, ez nem baj, mert nyilván arra készteti a településeket, hogy felelősen gazdálkodjanak, és egyébként a többsége felelősen is gazdálkodik. Hát az, hogy adott esetben vannak olyan önkormányzatok, akik ezt nem felelősen teszik, vagy ilyen kockázattal, az egy másik kérdés. Azért lovagolok különösen ez hosszú ideig ezen a Lázár János ezen kijelentésén, mert amikor azt mondja Lázár János, tehát a kormány egyik igen fontos minisztere, hogy az államkincstárnál nyitott számla az drágább volt, mint piaci alapon számlát nyitni, akkor ez gyakorlatilag az egész kormányzati filozófiával szembe megy, hiszen nemzeti kéményseprő, nemzeti szabó, nemzeti fodrász, nemzeti napsütés, minden nemzeti rezsicsökkentés, szolgáltató, tehát hogy minden az állam kezébe legyen, mert az állam a legjobb gazda, az állam a legolcsóbb, a leghatékonyabb, a legszuperebb. És kiderül, hogy egyébként meg az államkincstár a legdrágább, ezért az önkormányzatok teljesen jogosan nem ott nyitnak számlát. Hát ez hogy rakja össze az eddigi összes kormányzati intézkedéssel? Itt a brókercégnél lekötött pénzekről, vagy bizonyos részvények vásárlásáról van szó, tehát nem a számlavezetésről. A Budakes esetében megint másról van szó, mert ott a takarékban. Miért nem az államkincstárnál nyitottak számlát ezek a szervezetek, és miért nem azon tartották az államkötvényben megtestesülő vagyonokat? Lázár János azt válaszolta, az önkormányzatoktól származó visszajelzések alapján olcsóbb volt a kereskedelmi alapon piaci cégeknél számlát nyitniuk, mint az államkincstárnál. Ebben neki teljesen igaza van. El kellene gondolkodni azon, hogy ez miért van így. Viszont lehet, hogy olcsóbb, de a kockázati tényleg sokkal nagyobb a tekintetben. Máshol. Hát pontosan így van. Lehet, hogy drágább egy államkincstárnál letenni államkötvényekbe a pénzt, de az egy biztos kormány által garantált, tehát nyilván kincstár által garantált feltételeket biztosít a település számára. De én ezen azért nem nagyon lovagolnék, mert én szerintem a település, és azért mondjuk meg önkritikusan, felelőtlen döntése, hogy adott esetben ezekkel a lehetőségekkel, még hogyha olyan nagyon kecsegtető is az a kamat vagy az a többletbevétel, és ugyanez vonatkozik az állam részéről, a minisztériumok részéről. Az én megítélésem szerint ez kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát nagy pénzekkel, és az pedig bűncselekmény. Hát Fót esetében egy igen nagy összegről hallottunk, 1 milliárd forintról, és itt van a külügyminisztérium cége, a Magyar Nemzeti Kereskedőház, itt több mint 3 milliárd forintról van szó, ami ugye állampapírban volt, és készpénzben kapta vissza, ez is egy egészen furcsa fordulata az ügynek, de tehát csak amit ma megtudtunk a Questor ügyről, ön ahhoz mit szól? Az, hogy még nem tudunk mindent. És nekem az az egész dologgal a legnagyobb problémám, hogy a mai napig nincsen felelős, nincs megjelölve, hogy ki hogyan. Itt most már lassan hetek teltek el az első történés óta. Emlékszem
az Ökotárs Alapítványra, amikor néhány 10 millió forintos elszámolási, technikai elszámolási problémát fedeztek fel, akkor lefoglalták az összes számítógépet, abban a pillanatban megtették a megfelelő feljelentéseket, házkutatásokat rendeltek el, és a többi. Itt nem úgy többszöröséről, itt nagyságrendekkel nagyobb összegekről van szó, nagyon komoly felelős beosztású emberekről, tehát nem egy civil szervezetről, aki nem biztos, hogy rendelkezik minden szakmai háttérrel ahhoz, hogy a megfelelő korrekt elszámolásokat elvégezze, természetesen ott is el kell végezni, ez nem kérdés. Komoly apparátusokkal rendelkező szervezetekről van szó, és egész egyszerűen nem történik semmi. Tehát ma történt 3 előállítás, ezt most már a... De hát hány ember? Hát, de 20 nap után, amikor mindent eltüntettük, mikor nem volt egyetlen egy számítógép lefoglalás, kimentek a közszolgálati televízióval, és ott nézegették szerencsétlen Ökotárs Alapítvány. Nem bántom őket, nem is tudom a részleteket, csak láttam, hogy akkor most viszik a gépeket, mert itt vannak azok a bűnös emberek, akik a Magyarország legnagyobb korrupcióját elvégezték. Olyan szintű korrupció látszik egyértelműen ezekből a kívülről tapasztalt eseményekből, vagy látott eseményekből, ami egyszerűen elképzelhetetlen. Én számomra elképzelhetetlen volt korábban, hogy ide jutunk. És az, amit ugye oly sokan feszegettek már tegnap óta, hogy Orbán Viktor tegnap gyakorlatilag hát önmagára húzta a történetnek azt a részét, hogy vajon a külügyminisztérium honnan tudta, hogy időben ki kell venni a pénzt. Erre mondta Orbán Viktor, hogy ő maga utasította a külügyminisztériumot, hiszen közpénzről van szó, hogy vegye ki, mert gondos gazda, nem veszhet el közpénz. Oké, de ugye ma kiderül, hogy Tarsói Csaba értesítette a kormányt. Lázár János azt mondja, hogy Orbán Viktor utasította, vagy küldte át ezt a levelet Varga Mihálynak. Tehát akkor Orbán Viktor is tudott róla, Varga Mihály is tudott róla. Állítólag Szijjártó Péternek írta Tarsói Csaba ezt a levelet, hogy ő volt a közvetítő. Tudott erről Lázár is? Tudott erről a kormány? Akkor ez nem benfentes információ? Hogy ne lenne az? Persze, hogy az. Persze. Mindenki tudott róla. Ezek szerint, amik kiderültek, azok alapján egyértelműen mindenki tudott róla. Nem az én dolgom felelősségre vonni egyébként azokat, akik ebben részesek. Én csak elképedve állok, és azért is, mert az elmúlt 2 napban 4 megyében jártam, találkoztam polgármestereket Észak-Kelet-Magyarországon, láttam azt a mély szegénységet, ami van, azt a elképesztő munkát, és azt a hihetetlen erőt, hogy tudja a polgármester a feladatait ellátni, és hogy ne legyen lehetőség szerint a legkevesebb teher jusson az ő településén élőkre. Az, hogy a polgármestereknek itt, nem a városi polgármesterekről van szó, levitték a fizetését, a közmunkás fizetésének szintje alá, és ezekkel találkozom, szembesülök, és nem sírnak, meg nem írnak petíciókat, és nem írnak aláírás, csak kérik, hogy tegyék vissza oda, ahol ők egyébként eddig voltak egzisztenciálisan, mert a munka csak növekedett. Ők foglalkoznak a közhasznúakkal, munkásokkal, az ő felelőssége minden. Ezzel találkoztam tegnap, és ma ezzel a hírözönnel egy másik aspektusból elkeserítő, tényleg elkeserítő, és nagyon nehéz úgy dolgozni tisztességgel, becsülettel és hittel, hogy azt a pici területet, ami még maradt az önkormányzatokba, és a lehetőségként azt jól kihasználva a településünk fejlődését és a jövőjét tudjuk biztosítani, ahol egyébként ugyanúgy 10 millió ember lakik. Ezt ne felejtsük el. Ugyanúgy választott emberek vagyunk 3200-an, leszámítva azokat, akik kockáztatják az önkormányzatok pénzét. De a többség nem ezt teszi, a többség dolgozik. Mondom, több mint 100 kollégával találkoztam, és még mindig tisztelettel tudom jelenteni, hogy kitartanak, csinálják és viszik a vállukon ezeket a terheket, amit nem is tudnak a döntéshozók, hogy mit kell nekik a hétköznapokban elviselni és vinni a vállukon. Nem tudom, hogy nem tudják, vagy tudják, és azt mondják, hogy oldják meg. Ezt mindenki saját maga belátása szerint értelmezi. Mindenesetre az ön március 15-i beszéde elég nagy visszhangot kapott. Már akkor így a Questor események, igazán kicsúcsosodott események előtt egyre mélyülő morális válságról, a rendszerváltás óta nem látott centralizációról beszélt, de gyakorlatilag a hatalom kontroll nélküli működéséről. Aztán valahogy nap mint nap az események, mintha az ön szavait igazolták volna, hogy itt a politikának tényleg mindent szabad, mert az a
keményen dolgozó kisember, akinek az egész a vagyona, az élete, főmunkája, abból származó jövedelme vagy öröksége benn ragadt valamelyik broker cégnél, ő nem tudja máshogy értelmezni, mint hogy a politikának szabad kimenteni utolsó pillanatban a pénzt, de engem meghagytak bent. A Questor ügy, vagy a Budakes ügy, az csak egy része a történésnek. Itt egy valóban olyan tükörről van szó, amit föltartottam egy pillanatra ennek a beszédnek a keretein belül, mert úgy gondolom, hogy március 15-én a márciusi ifjakra emlékezni csak úgy lehet tisztességgel, hogyha azért megnézzük azt, hogy hova jutottunk el abból a helyzetből, amikor gyakorlatilag eszköz nélkül, pénz nélkül, a szívvel, a hittel, a lélekkel tettek le valamit ennek a nemzetnek az asztalára a szószoros értelmében. És hogy hova jutottunk, és mi történik ma. A korrupció az elképesztő. És én beszéltem még valamiről, ami félelmetes. Ez a félelem. Az a félelem, és ezt mondom én, amivel találkoztam tegnap is kollégák esetében, hogy négy szem közt tudunk beszélni, de nyíltan nem tudunk beszélni. Az a félelem, amikor nem mondja el valaki azt, hogy mi a bánata és a problémája, mert félti az állását, a családját, a gyereke állását, és az, hogy én ezt kimondtam, nekem ez jól esett. Nem pártpolitikai szerveződés alapjaként tettem le ezeket a gondolatokat, hanem amit éreztem és amit gondoltam. Mert az első az, hogy ki kell mondani. És ön nem fél? Nem félek, nyilván nem félek, mert úgy érzem én egy... És hát jó, most megfogott ezzel a kérdéssel, nem félek. Egyszerűen azt mondom, hogy talán én, aki nem tartozom olyan politikai konglomerátumokhoz, akik ebben az egész folyamatban benne vannak, és értve bele az ellenzék tehetetlenségét is egyébként. Mégiscsak talán olyan embereknek a gondolatát mondtam el, ami sokakban bent van, de nem hangzik el. És ezzel még nem oldottuk meg a problémát. És ezzel még messze vagyunk attól, hogy egyáltalán a morális alapokat újra letegyük, vagy le lehessen tenni. Azt, hogy megszűnjék a korrupció, csak hogy a legnagyobbakat említsen, vagy a szolgáltatások terén, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, a dolgok úgy menjenek, hogy biztonságban tudjanak az emberek élni, még ha kevesebb pénzben, rosszabb körülmények között is, mégis biztonságban, kiszámíthatóan, gondolkodva egy picit a jövőben, hát mennek el a gyerekek, mennek el a fiatalok. 300-400 ezer versenyképes fiatal határon túl dolgozik. Egyre nehezebb jó munkaerőt, versenyképes munkaerőt kapni. Nyilván ezek ismertek. Én megpróbáltam ezt összefoglalni, és ezt 15-én elmondani. Nem a sajtó előtt mondtam el, én Gödöllőn mondtam el a mieinknek, a gödöllőieknek, hogy így érzem. De ne szabadkozzon amiatt, hogy ezt elmondtam. Nem, csak aztán ez érdekes módon szépen elment, és nagyon-nagyon sok helyről kaptam visszajelzést. Volt olyan is, aki ezt nem tudta támogatni. Én mindig azt mondtam, hogy amit elmondtam, abba keressenek olyat, ami nem igaz. És akkor tudunk vitatkozni, de az, hogy most elfedjük a Mundér becsületét, védjük, vagy elfordítjuk a fejünket, vagy lesütjük a szemünket, és nem veszük tudomásul, hogy nagyon-nagyon nagy baj van ebben az országban, akkor az egy felelősség, de ez a felelősség mindannyiunké. Ez is benne van, ez a beszédnek a vége, hogy ez a felelősség mindannyiunké. Ezen kell gondolkodni, hogy igenis, akkor talán lesz egy olyan kör, aki megmer szólalni, aki mögé áll, akivel együtt egy olyan frontot lehet képezni, nem hazafias frontot, nem politikai pártot, csak hogy igenis beszorítani a döntéshozókat abba az utcába, hogy a dolgokat végezzék, és tisztítsák meg a soraikat, és igyekezzenek a megfelelő felhatalmazással élve az ország dolgait vinni. Aztán, hogy valami szerveződik-e, nem szerveződik-e, 2018-ban milyen lesz a választások eredmény, az egy másik történet. De meg kell szólalnia a magyar meghatározó értelmiségnek, mert ha nem szólal meg, akkor ezek a folyamatok az ő felelősségét is jelentik. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.